Magyarország 2015 óta csak nem 650 milliárd forintot fordított a déli határvédelmére. Bár ez a határszakasz uniós külső határnak számít, az EU alig 2%-át fedezte a kiadásoknak. Közben folyamatosan erősítik a határvédelmét, megkezdődött a kerítés magasítása és folyamatos a határvadászok kiképzése is. Idén novemberig csak nem kétszer annyi bevándorlót állítottak meg a hatóságok, mint tavaly. Imre Balás kérdezi, mai első jó reggelt kívánok a nézőknek, szervusz György, Rétvári Bence, a belügyminisztérium parlamenti államtitkára van itt velünk a stúdióban. Jó reggelt, kiannak, reggelt kívánok! Szép reggelt kívánok! Egy picit nézzük át, hogy 2015 óta mire kellett költenie a magyar kormánynak a határvédelem kérdésében. Ez A 650 milliárd forint, ez nagyon sokféle összetevőből adódik össze, van magának a kerítésnek a képítés összege, van a határvédelme, tehát az ott levő embereknek, és a rendőröknek, most már határodászoknak is a, a bére, meg hát ez egy nagyon okos kerítésen szempontból, hogy mozgásérzékelő van rajta, kamerák vannak rajta, éjjel látók vannak rajta, tehát ez is mind-mind költségként fölmerült, amit lehetett Magyarország igyekezett minimalizálni, hiszen ezek a szöges drótok mondjuk, amik ott is láthatók, ezek most már a börtönökben készülnek, tehát magunk állítjuk előre a munka igénybevételével, hogy azáltal minél kisebb legyen a költség, de azért ettől csak hosszú évek óta egy uniós külső határt kell védeni, elég nagy nyomás alatt, ugye ide már több mint 235.235.000 átlépési kísérletet akadályoztak meg a rendőrök és a, és a határvadászok, 2500-nál is több, 2600 embercsempész került szintén rendőrkézre, ezek óriási számok, jóval több embercsempész, mint valaha, aki, aki, aki rendőrkézre került az idei hiszen ez összességében mondjuk egy év alatt, 2015-ben 1200 környékén volt, most már ez 1600 fölött is van, tehát nagyon magas számokról beszélünk, több mint 3 milliárd forint, amit az embercsempészek fogvatartása miatt többletköltségként költségként ki kell fizetni Magyarországon, a magyar embereknek kell fizetni száz százalékban azt, hogy nyilván egy, egy ember csempész más nyelven beszél, más kultúra, más étkezés, ezek is, ezek is mind, mind, mind és most is zajlik a határnak a megerősítése, hiszen látjuk, hogy olyan technikákkal jönnek, amikkel igyekeznek kiküszöbölni a kerítést, mint akadályt, és ezért, ezért kerülnek rá olyan részek, hattyúnyok és más, ami viszont ezeket a technikákat akadályozza meg. Említette, hogy ennek a 650 milliárd forintnak a kétszázalékát át az Európai Unió, azért az ennek fényében érdekes, hogy ahogy ön is mondta, Magyarország Európa határait is védi. Miért csak ennyit állt az Európai Unió a költségekből? nyilván kifizethette volna legalább a felét, hiszen mi azt is kértük már többször levélben az Európai Uniótól, hogy fizessék ki a költségeknek a felét. Ennek elsősorban nyilvánvalóan politikai akadálya van, hiszen az a magyar bevándorlás politika, amelyik a határok védelmére alapszik és a törvények betartására, az De nem De meg, ez mennyiben magyar határvédelmi politika, hiszen vannak Európai Uniós szabályok és egyezmények, láss Schengen egyezmény, Dublin egyezmény. Tehát az Európai Unió akkor úgy is kérdezhetném, hogy nem tartja be a saját szabályait? mi betartjuk a saját az Európai Unió szabályait, az Unió pedig politikai okokból felülírja ezeket, hiszen itt valóban az uniós külső határvédelméről van szó, amit elvileg minden országnak meg kell tennie, Magyarország tényleg tenni is meg is teszi, de nem csak, hogy nem fizetik ki -e a költségeket, hanem állandó politikai támadás alatt vagyunk. A sokadik különféle kötelezettségszegési és egyéb ilyen olyan eljárás indul Magyarország ellen azért, mert, mert megvédjük a, déli határunkat. Attól, hogy van egy politikai különbség Magyarország, és általában a közép-európai országok és általában a nyugat-európai országok között ettől nem lenne indokolt az ilyesfajta politikai szembenállás, mert el kéne fogadni, hogy Magyarországnak ez az álláspontja a migráció kérdésében. A költségekhez pedig hozzá kéne járulni, hiszen ez egész Európa biztonságát szavatolja. Beszélt erről is többek között, amiről az iménti percekben szó volt egy a parlament illetékes szakbizottsága előtt, illetve arról is, hogy hogy áll a határ vadászoknak a képzése. Ha jól tudom, több száz jelentkező van már az első ezred szolgálat kapcsolatba állításán kívül is. Itt folyamatos a, a bővülés, körülbelül az a számoltunk, hogy Hetente egy 100-200 fő kezdi meg a képzését, és így bővül folyamatos határvadászoknak a száma. Ez 500 környékén volt szeptember elején, amikor felálltak az első századok, és határon megkezdték a szolgáltatót. Ez most már lassan a, a duplája lesz a, a szeptemberinek, tehát bízunk benne, hogy ez tovább fog emelkedni. Folyamatos a kiképzés, négy része van, jogi, rendészeti ismeretek, határnőzés ismeretek, fegyverhasználat, hiszen itt azért napi szinten azért veszélynek van a kitéve a, a, a határ és a rendőrök is. Amikor ott jártam én is a, a, napokban a déli határon, azért olyan videókat mutattak, hogy megérkeznek a, az illegális migránsok határa, beér ez a rendszer, mennek ki a rendőrök, hasonló ilyen autókkal, mint amik itt is láthatók. Mit gondolna az ember? Mi, mit csinálna ilyenkor valamikor érkeznek a szirénázó hangos rendőrautók? Hát, hogy vissza, spuri, elmenni innen, mert, mert megérkeztek a rendőrök. De nem ez történik hanem keresnek köveket, botokat, üveggolyókat, beteszik a csúzliba, azzal lövik a, a rendőröket, fogják a létrát, azt próbálják hozzávágni a rendőrökhöz. Október 24-én, amikor üldözőbe vettek egy ilyen csapatot, akkor először az embercsempész távolról, az irányukba a levegőből lőtt, amikor közel jutottak a rendőrök karnyújtási távolságra, gásprével lefújták, nem a rendőr az embercsempész, az embercsempész a rendőrt. És ilyen hasonló eredményekkel érkeznek, 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 érkeznek és És agresszíven. Tehát ők nem azt érzik, hogy lebuktunk, meneküljünk, hanem megjöttek csata és ami a kezükben van, azt hozzávágják a rendőrökhöz, és ott vannak a fényképek, ott vannak a videófelvételek, hogy kinél van kézigránátnak látszó tár, kinél van fegyvernek látszó tár, és mivel ezek a tárgyak sajnos néha elsülnek a, a, fegyverek, és mondjuk mondjuk egy éve, két éve még a szerb oldalról havonta hallottak egy-egy fegyvernek az erdődülését, most pedig már naponta, két naponta hallják ezeknek a fegyvereknek az erdőrülését, tehát látszik, hogy a helyzet egyre keményebb, és ezért kell, hogy jogi védelme, meg tényleges védelme is legyen a rendőröknek, meg a határvadászoknak, mégiscsak ők a törvényesség oldalán, csak ők védik az Európai Uniót és Magyarországot, miközben felfegyverkezve jönnek velük szembe az embercsempészek. És itt a végén, amellett, hogy ők védik a határt, védi a kerítés is. Az a kerítés már nem úgy néz ki, mint itt mondjuk a képen. Ugye olvashattuk a sajtóban, és hallhattuk is, hogy zajlik a határkerítés megerősítése, illetve a Hódunai szakaszon például új kerítésépítését is szeretnék. Milyen egyéb erősítési munkálatok lesznek még? Ugye miért fontos ez a megerősítés? hogy ahogy itt a képeken is látott, ezek még olyan kerítések voltak egy-két évvel ezelőtt, hogy egy létrát a neki támasztottak, azért létrát, mert hogy alul ugye egy részbe áram van vezetve, tehát nem tudnak átjutni, illetve alul a, a, az ilyen vasbeton építésnél látott vasrácshoz, vashálóhoz hasonló megerősítés van, tehát nem lehet egy sima fogóval oda menni és elcsípni, és akkor fölvágom, mint egy függönyt, és átsétálok, mert egyrészt ott a mozgásérzékelő, másrészt ott az áram, harmadrészt pedig vastag ez a vasrács, tehát ezért nem lehet így Átmenni, ezért azt az új technikát alkalmazták, hogy akkor hoznak egy létrát magukkal, ez a híradókban is sokszor lehet látni, azzal fölmásznak. Ezért ugye hattyúnyaknak hívjuk ezt az Y-elágazást a tetején, amit megerősítettünk, hogy itt most már legalább három ilyen háló van, vagy három ilyen, ilyen ö, ö, szöges drót van, aminek nehezebb neki támasztani, plusz ennek két méter után a, a szélességet, tehát nem is lehet átmászni rajta, hiszen ott is ilyen szöges drót van, így sokkal nehezebb ezzel a létrás módszerrel átmenni, ráadásul egy ilyen kisebb Y alakban föltett drótháló van pár lépéssel a kerítés előtt is, hogy megközelíteni is nehezebb legyen, meg neki támasztani a a, 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 létrát is nehezebb legyen, és van egy második kerítés is, ami szintén lassítja az átkerést, azért, hogy ez alatt, hogyha valaki mégis megpróbálkozik átmenni, akkor nyilván a mozgásérzékelő a kamerával, a hőkamerával, az éjjellátóval látják a rendőrök, látják a határozatok, hogy jönnek át, gyorsan ki tudnak onnan vonulni, és meg tudják őket állítani. Tehát ez a megállítás szempontjából is fontos, meg a lassítás szempontjából is fontos, de azt látjuk, hogy sokaknak tényleg az agresszivitása, az hihetetlen, és akár a rendőrökkel is szembeszállnak a magyar határon, hogy mindenképpen átjussanak. Ezért fontos, hogy megerősítsük a határt, ezért költünk rá tényleg lett 10 milliárdokat, hogy még inkább alkalmas legyen az illegális migrációnak a magyar határon történő megállítására. Ez most a végszavunk, államtitkár úr. Köszönjük szépen, hogy itt járt nálunk. Köszönöm szépen, és meghívást.